Szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány hónappal ezelőtt egy egészen elképesztő, megdöbbentő hír szaladt végig a magyar médián. Számos országos médium, nagy lapok számoltak be arról, hogy Magyarországon, egészen pontosan a Börzsönyben szinte felbecsülhetetlen, óriási értékű aranyat, ezüstöt, nemesfém, kincset fedeztek fel, ami csak hogy viszonyítási alapunk legyen, ami olyan hatalmas, hogy aranyból cirka 9000 tonnát rejthet a bőrzsöny, ezüstből szintén 9000 tonnát rejthet a bőrzsöny, hogy ennek mekkora az értéke? Nagyjából 210 ezer milliárd forint, és hogy ez mekkora érték? Hát Magyarország teljes államadóságát kifizethetnénk belőle, sőt Magyarországot nem csak Európa, hanem a világ egyik leggazdagabb országává tehetnénk, hogyha felszínre kerülne a Börzsönyből ez az óriási kincs ügye, hogy ez egy megdöbbentő hír volt, és mindannyiunk életét megváltoztathatja, tehát én úgy éreztem, hogy ennek a hírnek utána kell nézni, úgyhogy most itt vagyok annál az embernél, aki bejelentette ezt a hírt, aki kutatta, aki megtalálta ezt az óriási vagyont, és most utána megyünk annak, hogy mennyi a valóság alapja mindennek, és hogy Lehetséges-e kibányászni ezt a hatalmas kincset? Tartsanak velem, és előtte pedig, aki még nem tette, kérem, iratkozzon fel a csatornámra. Most már több mint 210 ezeren feliratkoztak, ezt pedig köszönöm önöknek, és én pedig teszem továbbra is a dolgomat. Most pedig jöjjön akkor a Börzsöny titka, jöjjön az a felbecsületetlen óriási kincs, ami megváltoztathatja Magyarország történelmét is. Na hát itt ülünk Varga Istvánnal, aki a Hunbányászat Kutatási Fejlesztés és Innovációs Kft. kutatási igazgatója, egyébként pedig mérnök közgazdász, és a nézőknek mondom, hogy mi már tíz évvel ezelőtt találkoztunk Juhász László, közös barátunk, temetésén, aki nálunk a Magyar Jelent című újságnál, ahol még akkor főszerkesztő és lapkiadó voltam, ott dolgozott, kollégám volt, én ezért voltam a temetésén, te magad is együtt dolgoztál, viszont emiatt te mi tegeződünk, ha már tíz évvel ezelőtt is találkoztunk, és hát nem csak egy közös kollégánk miatt találkoztunk annak idején, hanem azt hiszem, hogy közös pontja az életünknek a szent korona, a hazánk és a nemzet szeretete, úgyhogy nem vagyunk egymásnak teljesen ismeretlenek, viszont... Ilyen hosszan még nem beszélgettünk, mint most, annál is inkább, mert én magam, amikor a hírekben először olvastam, talán egy 8-9 hónappal ezelőtt először arról a szenzációs hírről, hogy a Börzsöny ilyen óriási ezüst és arany kincset rejt, akkor én azzal nem voltam tisztában, hogy ki az a Varga István, akiről a hírek szóltak. És ezek a hírek mind arról számoltak be kész tényként, hogy te magad, illetve a ti cégetek, ahol te kutatási igazgató vagy, tulajdonképpen bizonyítani tudja azt, hogy a bőrzsönyben az előbb általam is elmondott elképesztően óriási nemesfém kincs található, tehát cirka 9000 tonna arany, és ugyanannyi, cirka 9000 Igen. tonna ezüst, ami, ahogy az előbb mondtam, 210 ezer milliárd forint körüli értéket képez, hát ez megváltoztatná Magyarország történelmét, ha én jól sejtem. Mennyire vehető komolyan ez, a, ez az ötlet, ez az elképzelés, és egyáltalán hogyan bukkantatok, vagy hogyan bukkantál erre? Mielőtt rátérnék, akkor még egy-két szót beszélünk a Juhász László kollégánkról, aki a Szent László, a Zenit TV, illetve annak a jogutódja volt a Szent László TV, annak volt a, az informatikusa, és vele csináltuk talán Magyarországon az első választási műsort 1990-ben. Tehát rendkívül... Igen, ugyanis a Zenit TV tulajdonosa is volt. Tulajdonosa. Talán, még, talán még emlékeztetnek néhányan a Zenit TV-re, én még emlékszem. A Zenit TV aztán... Lemont matáv kábelen kultúr, lehetett, hát szent kábel TV, Szent László TV, TV, és szent László rész, TV lett rész, belőle, ugye? Igen. Miért szűnt meg akkor ez a jó kis nemzeti hát, mert TV? az utolsó sajtóklub adást én menedzseltem le, a Bencsik András Bencsik András, Lovas, Lovas István, István. Még ta, talán még Bajer Zsolt, is, Zsolt, Zsolt is volt. Is ott volt igen. És ö, lement az adás az történt, hogy az ATV-ből is, az akkori ATV-ből és a Budapest tv kitiltották a, a sajtóklubot. sajtóklubot. Mert akkor Hára még az a sajtóklub az igazi sajtóklub Igen. volt. Igen. És én nagyon jobban voltam, mindegy, én is magam is újságíró voltam, a több médiának voltam a többen, a a magazint én adtam ki, aztán a HVG megvette tőlem. Aztán hát jó menő vállalkozó a, voltál. A televízió, és, lehet, és ugye hogy így kerültem volna. a többségi tulajdonba, és tulajdonképpen külpolitikai rovatot vezettem, kilenc óra heti adásom volt, és, és például a Krudinák is volt az egyik külpolitikai műsornak a vezetője, a Lakatos Pál, Garsai Dániel, a Lakatos Pálnál kezdtem az újságírói pályafutásomat, a Magyar Rádió vasárnapi újság című ö, műsorának volt, ő a főszerkesztője. Magyar meg érzelmű meg és kezdtem, abszolút igen. fedhetetlen emberek igen. voltak, és hát 40-valahány ilyen tévéből, királyi tévéből kiutált újságírókat, tévériporteket hoztak oda, és soha senki egy fillért nem kért tőlem hanem egyszerűen tényleg haza szeretetből ment. És De föl, óriási nézettsége volt. 300 ezer volt a végén nézettsége a nézettsége. Volt. Volt. Mikor átvettem a tévének a többségi tulajdonát, 30 ezer néző volt, megmérettem az AGB-vel, és utána a csúcson 300 ezer volt, amikor a sajtóklubban leszerződtem. A Bencsik András fölhívott, hogy Pistám, te vagy az egyetlen reményünk, hogy lemenjen a sajtóklub. Hát mondom, gyere, persze, mennyibe be fog kerülni? Semmibe. Hát ne viccelj mert ilyen, ilyen műsortól nem kérek pénzt. És frankon le is ment, és éjfél után Kézignáltól dobtak az Árpád hídról a stúdióhajóra, mert ez hajón volt a stúdió. És hát azonnal mentem a kikötőben, ott voltak a Kézignált darabja, és egy hajónak az órára került, tehát nem sérült meg senki, csak a hajón volt nyom. Mikor volt ez? Ez 2001-ben. 2001-ben. Hát akkor meg abban az időben, még ugye 90-es évek hát végén nagyon, még szólt. Még a sok, sok, időszak volt, igen, amikor sok bomba a Bajban robbant, a az robanttak a ház a előtt. Tehát igen, én voltam. Tehát az alvilág és a politika. Pontosan az így volt, együtt mozgott. És a nagyon sok műsorunkat, amelyeket a Lakatos Pali rendezett, szervezett, és neki minden hétfőn három órán keresztül ment egyenes sodásba, sok olyan olajszőkítőket, meg olyan kemény dolgokat érintett, ami bizony, hát éreztük, hogy ez kemény jó, de soha nem féltünk semmitől. Igaz soha mondás. nem féltél, és nagyon kemény dolgokba belevágtál annak idején is, de ez is nagyon keménynek tűnik, hát ami ugye most, ezt a jó istem, amivel most tele, tele jó istem van a tett el az asztalomra, mert a, a rodabányai bányákat 14 éve megvettük a társaimmal, és kifejlesztettünk egy világszabadalmat, ezt az úgynevezett sugárvédő nehéz beton alapanyagot, ami az atomerőműveknél rendkívül fontos, hogy sugárvédelemmel legyen ellátva. Éppen a külügyminiszter ma nyilatkozott, hogy dupla falat fognak építeni, hogyha repülő rázzon, vagy helikopter, akkor se sérüljön meg. Na most ezt a világszabadalmat ezt levédettük, Baritmix néven, és 5 millió tonna kitermelt, korábbi a kitermelt medőhányót megcsináltuk ezt a termékfejlesztését, csak hát már 12. éve a Paksból semmi nem lett, most talán ebbe az évben esély lesz. Közben föl is mentünk a tőzsdére, és a tőzsdéből kizártak minket, mert nem volt árbevételünk. Hát nem lehetett egy tőzsdéjszéget úgy finanszírozni, hogy nincs árbevétel. Na most kimentem, hogy megmentsem a rudabányai bányákat, és újra tudjam nyitni a külszíni bányát, mert ott 100 millió tonnalság a föld alatt, olyan értékek vannak, hogy megcsináltatom egy, egy londoni szakcéggel 7 milliárd euró a rudabányai ásványi potenciál. Akkor én elájultam ettől az összegtől, és kém voltam a Frankfurtban a Deutsche Banknál, és próbáltam a Európai Uniós visszanemtérítendő pénzt szerezni a rudabánya újranyitására, és ennek a termékfejlesztés tovább vitelére és hát azt mondták, hogy 11 év a megtérési szám, és számtás, kellett egy feasibility study csinálni, egy komoly tanulmányt, és hát én akkor nem tudtam, hogy kritérium a 10 év. Hát én becsületesen, ami franko árbevétel, költség, stb. És azt mondta ott a hiteles igazgató, hogy sajnos nem kapok uniós támogatást, mert túl hosszú a megtérési idő. És mentem is ki a bankból, utána szalad egy magyar ember, hogy Varga, jöjjön vissza, szeretnék önnek valamit mutatni. Jelentem az irodájába, Elém rak egy mappát, itt meg tudom mutatni majd. Az volt a címe, a előlapon, hogy Börzsöny aranybánya, nyitás, hitelkérelme. És letették el, egy órán keresztül tanulmányozhattam, futót nem csináltam de utána megszereztem a ezt az anyagot a rokonságtól, mert kiderült, hogy második nagybátyám volt, aki ezt csinálta 1995-ben, és a Kockázatkezelésnek a jelentés volt, ott a második oldalon, hogy a kockázatkezelés, a német Deutsche Bank kockázatkezelés, a világ egyik legszigorúbb. Tehát már akkor én nem is tudtam erről a bőrzőny történetről, mert mi rodományával foglalkoztunk. És mikor átnéztem, esküszöm, kiesett a papír a kezemből, mert olyan dúsulásokat bizonyítottak 1995-ben, ami a világon nem volt. Két bányatestből áll a bőzsöny, van A rózsabánya bányatestől 64 g per tonna a, a dúsulás, ami már önmagában nagyon magas, mert Dél-Afrikában 10-12 g per tonnára ma bányákat nyitnak. És amikor megnéztem, hogy nagyjöltás pusztán, két fúrás, két ferdefúrás, 16 négyzetkilométeres területen 500 és 550 g per tonna dúsulás volt, akkor mondom a hitelségazgatónak, hogy hát miért nem vették föl ezt a pénzt? Azt hiszem, megölték a Farkas Istánt, a Lone Star Kft. nevin adta be, és megmérgezték, meghalt. És nem tudta fölvenni a pénzt. És hát utána én úgy elmentem, megkerestem a rokonságban a Bécsi, egy született Bécsi nagyon gazdag nő volt, aki finanszírozta egyébként a Farkas Istának a kutatásait, hogy odáig eljutott, hogy a szolnoki bányakapitányságtól kért fúrási kérelmet, négy, négyre kapott engedet, ebből hármat megfúrt, és az a szerencse, hogy az összes fúrási magmintát kiküdtek Kanadába, egy kanadai laborba, kifejezetten aranybányász kutató laborba, és két szlovák laborba, körmözbánya és egy másik helyre. És azok Auditált igazolást adtak ki, hogy mekkora a dúsulás. Attól a persze, hogy hiteles. Na most ők a készített jelentésben akkor 477 tonna aranyat és körülbelül 400 tonna ezüstöt mutattak ki, ami feketén-fehéren auditáltam meg. Akkor elmentem Bécsbe egy közjegyzőhöz, mert az özvegy elment a széfében, ami 23 még volt elzárva tulajdonképpen ugyanaz az ami amit nekem a Deutsche Banknál bemutattak. És kivette a bankból, mert a férje azt mondta neki, hogy megfenyegették őt, és zárja el a kutatás eredményeket, mert különben őt is megölik. És 23 évig el volt zárva. Most a magyar bányatosság nem számított arra, hogy 23 év után a hiteles dokumentumok előkerülnek. Na most ezeket az erdeti, itt vannak a, a, a páncélomba, az eredeti anyagot én Bécsbe elvittem egy közjelzőt, ott hitelesítettem, és itthon Magyarországon is elvittem közjelzőt, ha véletlenül betörnek, vagy elviszik, vagy meg semmisor, akkor legyen egy, egy hitelesített példány Bécsbe is, a közjelző meg itthon is. Én ezt a rendszert, ezt ismerni kell, hogy ezek mindenre képesek. És ezek után hazajöttem, és itt ennél az asztalnál megalapítottuk a, a Börzsöny uh, Hun Bányászat Kutatásfejlesztési Innovációs Kft.-t arra, mert aportban megszereztem az özvegytől a jogot, 32 millió forinttal megalapítottak a céget, ebből 20 millióra értékelték az aportot, óvatosságban, egyébként 200 milliót ért az akkori 2018-as értéken, csak az egyik auditor sem merte, mert meghurcolták korábban a, a rudaványai ügyben őket. Ezért, de nem is érdekelt, mondom a feleségnek, mennyi pénz van itt, azt, hogy a 12 millió forint hozd ide, 30 meg 12, illet, 20 meg 12 illet 32 millió törzsdőkért be is jegyezte a cégbíróság. Na most én azonnal föltettem a honlapra az egészet, mert én egyféleképpen tudok védekezni, hogy mindent publikálok. Mindent közé teszek, mert akkor nem tudnak megelőzni, nem tudnak keresztbe És a szabadalmi hivatalon lehet, hogy most más neve van, mindent levédettem. Most az egész bőrzsének a titka az, hogy amikor megtudtuk, hogy arra kiderült, hogy szigorúan védett természetvédelmi terület, a Natura 2000 és a Duma Ipoly Nemzeti Park. Nagyon helyesen, mert ez egy nagyon-nagyon, egy tényleg olyan, mint az őserdő, az a 45 négyzetkilométer. Érintetlen. És a társaimmal ülünk az asztalon, hogy hogy lehetne ezt törvényesen megkerülni, és az egyik társam azt mondta, hogy hát nekem ott volt egy kígyófarmom, meg meg is van a telkem, hát azt hogy indítsuk a telkemről, mert az önkormányzat területe a nem védett terület. Indítsuk egy lejtaknát, megnéztük három kilométert, az nem probléma. Van a csapatunkban, akik fúrták a négyes metrót. Ők tőlük kértem árját, 200 milliárd forinti három darab lejtak, illetve pontosan négy lejtak fúrnak, és ott a föld alatt építünk 64 méter mélyen egy 2500 négyzetes üzemet és ott, lesz, ott történik a bányászat, és a maga a, a, a robotokkal, az arany, a, tehát a kőzetnek a letörése, és szállítószorgalom viszük el Mária Nosztrára, ahol szintén a földre építünk egy üzemet, és ott történik a, a, dúsítás, a gyakorlatilag a hidrociklonokkal, vízes ciklonokkal, rendes aranymosó berendezésekkel a kiválasztás és utána a durva és a finom öntés. Tehát nem hozunk a felszíre csak aranyrudat, meg ezüstrudakat. Önmagában egyébként, mivel nálunk is a viradat programunknak nagyon fontos része a turizmus fejlesztése, hát már önmagában turisztikai fejlesztési ötleteim is lennének a Na most a, a megelőztelek, ha lenne, mert mert egy ilyen arany, van a hollapunkon, hogy bányászat. A Ibladias építész barátunk, a Jánosi Péter Sámar tervezte az épületet, és egy üvegfalról el van választva a teljes vertikum, és egy úgynevezett látogató központot alakítunk ki, egy presszóval, egy étteremmel. Na és hát pont e, most az ebbe a, a pillanatban Üvegfalon keresztül pillanatba fogják látni az eszembe, a, hogy a, a dúsításokat, a letöréseket, az öntéseket, szeparásokat. Önmagában illeszkedhetne igen. ugye Visegrádi várra, Dunakanyarra, Budapeste épülő turisztikai elképzelésünk az, amit ugye mi a programunkba beletettük, tehát már csak a turizmus miatt Igen. is baromi nagy ötletnek tűnik. Hogy kérdezzem meg, ugye két kérdés eszembe jutott az egyik, hogy mekkora maga a terület, ami egyáltalán érintett Amit lehet? Tehát a, és a Börzsönyben ez hol? 45 négyzetkilométer. Melyik részen helyezkedik el? Az 45 négyzetkilométer. Az egész Börzsöny alatt 65 métertől 2000 méterig vizsgáltuk be mivel nem lehet már fúrni, nem lehet a területe bemenni, csákánya se. Tehát tilos, ezért be kellett vetni a 21. szádnak az új kutatási eredményeit. Ez az egyik a georadar. Kibéreltünk hét darab műholdat a Názától, és a 45 négyzetkörmetet végig pásztáztak egy, új, egy úgynevezett durva felmérést csináltak. De én csak árajatot kértem tőlük, és ők Hát azt mondták, hogy itt olyan számokat írtam, hogy ezt gyorsan megnézik, saját kockázatra. És azonnal idejöttek Magyarországra, és a jaklubomba ott kirakták az asztalra az anyagot, nem fotózhattam le, mert 780 ezer eurót kell, kell, majd érte fizetni, amikor ki Én mondtam, hogy nekem nincs ennyi pénzem, én befektetőt keresek hozzá, és majd a befektető ki fogja fizetni, és akkor dokumentával lesz. De ők az első mérést 500 méterig csinálták, meg is 500 méter, 45 négyzetkilométerre, 500 méterre 3000 tonna aranyat bizonyítottak. Közben a mi kutatásunk, amit a, a Lone Star Kft. után a hagyatékból kiszámoltunk, ők nyol, ö, 80 9,9 méterig számolták, de valójában 105 méterig volt a fúrás. Nem tudom miért, kihagyták a 89,5 és a, a 105 méter közötti mennyiséget. Kimentem a szlovák laborba, megkaptam az eredményeket, az auditált eredményeket, és hát egyszerű extrapolálási módszer, ez egy matematikai modell. Hát nyilván az ember szerény közgazdászként a felső 10 méternek az átlagát megnéztem, az kb. 200 dollárhány gram volt, és megnéztem a 89,5 és a 105 közti részt, annak a dúsulását, az 40 a több volt. Hát ezért megcsináltam az új készletszámítást, és így jött ki 1078 tonna arany és 909 tonna ezüst. Azonnal bejelentettem a meg visszaírták, hogy Rossz a, rossz a számítás. Na most a számítás, szóval nagy vita van, a bányász szakmát is megossza, a fele bányász szakma szeret, a másik fele gyűlöl, mert oda járnak melegedni, és a, a, ezek a régi vágású ö, 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 szakemberek, és hát amikor ilyet csinálsz, akkor úgy elgondolkodnak, hát hol voltak ők az elmúlt 50 évbe, de csak 50 évet vegyek. És amikor elkezdtem kutatni valójában a háttereket, akkor 1847-ben megtaláltam Párizsba, beegyezte az Esztergomi primás és az Esztergomi főjegyző Börzsöny Aranybánya részvénytárságot. 1847-ben. Tehát azt állítod, hogy 1847 óta tudnak arról, hogy a Börzsönyben ilyen óriási aranyhez is készlet. Így van, föl is tettem a honlapra az eredeti francia nevét, nem akarom francia mondani, mert nem tudok franciául, meg lehet nézni, le van töltve a letöltések között, és ezer darab részvényt adtak ki, és aznap 500-at eladtak belőle. Közben jött a forradalom, amit ugye, hát természetesen a szabadkövesek vertek le az oroszokkal, ugye, 49-ben a forradalom és szabadságházat, és nem lett a bányász, bányacégből, tehát nem művelték a bányát. Most ugyanezt megismételték 1930-ban. Szintén az akkori esztergomi jegyzőjelre dokumentumok, levéltári dokumentumok vannak. Az esztergomi főjegyző és a primás beegyezte a második Börzső nyarajban részletesen, szintén Párizsba. Ezt meg elvitte a világháború, ugye? A második világháború. Na most, amikor én ezt láttam ott Frankfurtban, a Deutsche Bankban, hogy ezt micsoda érték van emögött, és megcsináltuk a céget, akkor én nem is foglalkoztam, most már ez a hatodik éve, csak ezzel foglalkozom. Nem hazudok, napi 8-10 órát dolgozom a számítógépet, kutatok, és kb. 40 geológus, bányamérnök, fizikus, meg egyebek dolgoznak a háttérbe, ingyen elkötelezettségből, mikor ezeket a számokat feltártam, most ez nem egyből lehet ekkora összeget kibányázni, hanem négy ütembe. Az első ütembe, ugye, ami bizonyítva 105 méterig, ott kell megcsinálni az üzemet, és utána onnan kell tovább a föld alatt kutatni, hogy fizika, mert ugye fönt, föntről nem lehet fúrni, hanem le kell menni a földre, és onnan lehet tovább folytatni a fúrást. Utána a, a georadar megnézte 1200 méteren, találtak megint 3000 tonn és megnézte 2000 méteren, ott is találtak 3000-et. Most ezt 35 év alatt lehet kitermelni egy nagyon jól fejlesztett, egy jól tervezett bánya nagy vállottal. Tételezzük föl, illetve a te általad elmondottak alapján, te bizonyítottnak látod. Ezek rátod. tudományos bizonyítékok. Tehát nem Tehát tudományosan élelmezési. bizonyítottnak é. látod, hogy ott van az arany és az ezüst. Akkor a következő nagyon fontos kérdés, ami szerintem itt minden nézőben felmerül, hogy kié az arany, meg az ezüst. A, a föld alatt lévő ásványi a törvény szerint a magyar állami. Tehát ezért a magyar államnak a, a tudományos kutatásaink alapján napokban fogjuk beadni a koncesziós kutatási műszaki üzemi tervet, ezt úgy hívják röviden, egy műt műszaki üzemi tervet, amiben kérünk, két évre adják meg ezt a kutatás hogy tudjam bizonyítani, hogy amit a Lonestar Kft-nek ugye eltüntették, az, még a magminták is eltűntek a bányatosságtól, de a dokumentációk megvannak a kanadai laborban és a szlovák laborokból. Tehát tudom fizikailag is bizonyítani, mert auditálták, és kiadta a szolnoki bányakapitányság a kutatás engedélyt, a magát a kutatás jelentést elfogadta, befogadta, és az országos geológiai szolgálat is visszaigazolta. Erdegy levelek nálam vannak, amik 23 még el voltak zárva bék. Egy banki szívbe. Tehát ezt én kivilítottam, és erre azt mondták, hogy bizonyítsak. Ekkor fordultam a Názához, ez a georadar. Na most képzeld el, hogy idejöttek Svájcból, háromszor voltak nálam, és ők megcsinálták ezt a durva mérést, ugye 500 méterre a 3000 tonnát, és utána egy bizonyos hatóság, nem akarom a nevét kimondani, mert nem tudom be, csak annyit írtak, hogy azt mondták, hogy én egy bűnöző vagyok, és ne tökösenek velem üzletet, majd bajba kerülnek, és Egyszerűen felmondták az összes szerződésemet, és kivonultak a magyar piacról. Föltettem a napokba az Országos Sajtószolgálatnak, ott van az anyaga, ezt a, ezt a tényt, hogy elüldözték a, a, a tudományos kutató üzlettársamat. És ezután, ugye kínomban, elmentem a Wigner intézethez, akik ezt a úgynevezett műon detektoros kutatást végezték, ami a műon sugárzás, az úgy jön, hogy a világűrből jönnek ezek a sugarak, ami áthatol a Földön, és a műon sugárzásnak a jelerőség és a, szögváltozása az arányos az áthadó közetnek a fajsúlyával. Tehát történetesen a, régi elhagyott bányába leteszünk egy ilyen műon detektort, a műansugázzás, ezt három hétig vizsgálják, és ez nyomokat hagy háromdimenziós képen, hogy mennyi arany, milyen hol van, milyen mennyiségű, milyen minőségű. Tehát ezzel tudom úgy bizonyítani, hogy nem kell a területe bemenni, illetve csak a, 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 a barlangászok viszik le ezeket a detektorokat. Nyilvánvalóan, hogyha ott van ez az óriási aranyezüst készlet, akkor... Az Elképzelhetetlenül sokan meg akarják azt majd szerezni. Hát hogy ne. E, Hogyan? Azt már elmondtad, hogy a nyilvánosság a védelmet, de hogyan e, e, történnek a következő lépések? Körülbelül 100 millió euró nagyságrendű a koncesziós díj, és utána, ugye, az árbevétel alapján 10 százalék bányajáradékot kap. Tehát eladunk egy millió euró értékű aranyat, akkor annak a 10-et be kell a költségvetésbe fizetni, amikor befolyik a pénz. Tehát plusz ugye a, lakó, tehát az a négy falu, ahonnan indítjuk a lejtaknát, azok megkapják a kétszázalék iparűzési adót. Plusz 1200 embert kell fölvennünk öt év alatt. Na most ennek a kiképzését úgy oldottuk meg, hogy a pálos kolostort úgy néz ki, megkapjuk, és építünk helyette egy ezer személyes börtönt, Mária Nosztrán, mert most 500 személyes a börtön, is már kinőtték, már vagy 600-an vannak benne. És az önkormányzattal leszerződtünk, úgynevezett szertén a bányatelket, amit egy régi rekultivált elhagyott bányának a terkét megkapjuk, oda megépítjük a befektetőnkkel az új börtönt, és akkor megkapjuk 99 évre bérbe a Magyar Államtól a Kolostort, és ott megalapítjuk a Kitábel Pál Tudományegyetemet, ahol geofizikai, gyakorlatilag bányamérnöki, geológiai, bányageológiai szakot indítunk, és kiképezünk technikusokat, vájárokat, gépkezelőket, ez kb. 3-4 évbe kerül, vagy 5-ben az egyetemi szinten. Addig ugye megy a Tervezés körülbelül másfél-két év, az engedély is megint másfél-két év, és a beruházás generált kivitelezés másfél év. Tehát körülbelül öt év alatt, amíg ott bányát lehetne nyitni, ha megnyerjük a koncesziót. Hát igen, csak Magyarországon az összes ilyen koncesziós ügyben a nyertes az gyakorlatilag a mészáros és társai nem tudnak megelőzni minket, mert én mindent levédettem a szabadalmi hivatalba. Tehát azt a technológiát, mert nem lehet oda menni és bányászni, hanem ez, hogy a négy faluba, tehát Mária Nosztrán, Nagybörzsönyben, Perőcsényen és Kospallagon, ott megvettünk négy darab telket az önkormányzati területen, ami nem védett, onnan megcsináljuk az úgynevezett lejtaknákat, ami olyan, mint egy metró, és az egy ponton találkozik nagy pusztán, ahol ez a nagy dúsulást találtuk, és ott bizonyítottan 6 négyzetkilométeren, 65 és 64 és 89, 105 méter között van ez a hatalmas 477 tonna arany. Tehát ezért önmagában már lehet bányát nyitni. Most, hogy érzékeljük a -e, kedves nézők vagy hallgatók, Igen. hogy mit jelent a 477 tonna, a magyar államnak az aranytartaléka most nem egész 100 tonna. Ha. Tehát eleve a 4,7 szerese van a föld alatt, tehát ezért önmagába érdemes megírni, de mivel a georadar és ezek a vizsgálatok bizonyították 500 m a 3000 tonnát, 1100 méteren újabb 3000 tonnát és 2000 méteren újabb 3000 tonnát, ez a 9000 tonna részvény árfolyamon számolva egész pontosan friss adat 550,9 milliárd euró, euró, így van. Na most milliárd forint. 45 sajtó megjelenést történt úgy, hogy mindig letiltották az újságokat és az egyik cikkben azt nyilatkoztam, hogy kérdezte az újságíró tőlem, hogy mire fordítanám ezt az összeget, ha én megnyerném a pályázatot. Hát először is én kikiáltanám Magyarország függetlenségét. És a Matolcsi elnök úrnak küldtem három éve egy monetáris tanulmányt, az a monetáris, fönn van egyébként a honlapon, föltettem, a levelezést is vele, és a tanulmányt is, hogy hogyan válhat Magyarország a XXI. században aranykitermelő nagyhatalommal. És például vettem a Mátyás királynak a az aranykibocsátás, aranyérmek kibocsátás, meg az ezüstérmek kibocsátását. Átszámoltam 3,6 gramra az aranyat, az 1078-at, amit tudok bizonyítani, és az arany forintot és az ezüst fillért ki lehet bocsátani. Ettől a perctől kezdve a magyar, és vissza lehet adni a magyar álmodóságot, csatlakozhattunk Ausztria, Svájc függetlenségi tengerhez. Ki tudunk lépni az unióból, ki tudunk ebből a korrupt unióból lépni, és gyakorlatilag végre Magyarország álma, Mátyás király utább, hol voltunk majdnem 600 évig, jobb volt az ország. Tételezzük föl, hogy a koncesziót nem viszi el mondjuk, nem tudom, Mészáros, Lőrinc más, az alapján, amit mondtál. Nagyon nagy korrupcióval mondott, hogy... tudna elvinni, tudik, le van minden tudományos kutatás védve. Jó. Uh, Szakmai feltétel is. Meg. Ebben az esetben megindul a bányászat, mondjuk, Igen. ugye olyan 35 év, mire... Az a koncesziós díj, minden... amit egyszer meg lehet hosszabbítani 50 még tehát, tehát 17 és fél évvel évig folyik mondjuk a bányászat. Évigen független attól, hogy Kárpátalját eladják -e nekünk az ukránok, vagy azt nem. Azt fogja majd a medvegyev meg a Putyin adni, hát fel fogják osztani. Na most putyi. a bolgár ettől fakad ki, mikor azt mondtam, honnan szed ilyen marhaságokat. Ezt a klubrádióban a klub rádio is elmondtad? az egy az lement. Bolgár Györgynek? Az élő adásba lement. Rosszul volt a bolgárul, aranyos ha. bolgárul. Na hát, ha a Putyin eladja nekünk, akkor... akkor nem eladja, visszaadja. akkor visszaadja. Akkor, megkapjuk, igen, de a jelenlegi állás szerint erre valami kevés van, már mint arra, hogy az ukránok eladják nekünk. Viszont ami, ami biztos, hogy ez a pénz, amiről beszélünk, ez az arany, ez az ez Magyarországot a világ egyik leggazdagabb országává tehetné. Főleg úgy, hogyha még erre kreatívan, a turizmustól kezdve nagyon sok mindent rá lehet építeni, ez, ez, egy, ez egy szó szerint aranykor lehetne Magyarországon. Pontosan. De Tételezzük, fel, hogy nem akadályozzák meg, hogy hogy meginduljon a bányászat, bár 1847 óta valahogy ezt mindig megakadályozták. De, de megindul a bányászat, stb. Akkor ugye ebből csak a százalékos arányosan mindenki értse, hogy, hogy ebből, ebből az óriási mennyiségű pénzből mennyi az, ami a magyar államkasszába menne? Hány százalék? Hát a koncesziós, Mennyi az, ami mondjuk a tiétek lenne, ha a tiétek a koncesziós. Ha szerzős? megnyerjük a pályázatot, akkor körülbelül 100 millió eurós koncesziós díjat kell befizetni. Tehát ez a pályázatnak a feltétele. És te mindehhez, csak hogy megszakítsalak, ez mindenhez befektetőket keresel jelenleg? Mert hogy egy tíz óriási pénzt van. kéne nektek is A befektetni. tíz legnőbb aranybányak, itt vannak a szándéknyilatkozatai, ilyet, ilyet írnak nekem, hogy PMVO, tehát, tehát a Premier a Miniszter Orbán Viktornak kétsoros nyilatkozata legyen, hogy politikailag támogatják. Akkor megnyílik a kassza tudnék, 500 millió euró kell az egész beruházáshoz, és van egy grafikon, amit majd meg, meg tudok mutatni, Hét és fél év után a beruházási összege az 500 millió euró, és az árbevétel keresztézi egymást, úgynevezett 0 pont. Attól a persze, hogy ez a befektető eldönti, hogy önfinanszírozza teszi a további kutatást, vagy pedig kiveszi a egy részét a nyerességnek, és a másik részét elkölti. most a magyar államot egyszer megkapja 100 millió eurót, és megkapja a minden árbevételnek a 10%-át bányajáradék címén. magyar A magyar állam. A magyar állam. Ez nagyon nagy összegről beszélünk, tehát az 500 milliárd euró nagyságrendnek vegyük a, a, a 10 százalékát. Tehát az 50 milliárd euró az egyenesen megy az államkasszába. A többi az nyilván a befektetői lesz. Én nem vagyok képes a befektetésre, mert a cégünk az 32 millió forint kutatási célra már elköltöttük, és már rengeteg. Ö, ö, hitelt vettünk föl. És látod azokat a befektetőket, akik ténylegesen pénzt fognak ebbe tenni? Személyes kapcsolatban vagyok velük. Ide jönnek Pestre. Nem nekem kell kimenni. Ez Ide a külföldiek? jönnek. Külföldiek? Igen. Kanadai, csilei, ott van egy magyar aranybányász, akinek öt vagy 6 éve ezelőtt berobbant a bánya, beszakadt a bánya, és ott három vagy négy hónapig föld alatt voltak azok az emberek egy Louis Varga nevezetű fazon, és ő is azt mondta, ahogy megvan a, a koncesziós kiírás, keres meg azonnal, és letesszük a pénzt. Jó, és mitől függ ez a kiírás? Hát most, ha beadjuk a jövő héten a kutatási műszaküzemi tervet, akkor arra kettő évünk van, hogy ezt felülbizonyítsuk. Azt, amit ugye nem lehet már fúrni, tehát fúrásra nem tudok tovább bizonyítani, hanem a georadarral és a műon kutatással felül fogom igazolni az ott lévő vagyont. És akkor ezt Jóvá írják, nem tudnak mit csinálni, mert a fizikai törvények és a fizikai, tehát a kutatás eredményeket ott nem lehet csalni. Uh -huh. Tehát ott egyértelmű. De ez mégiscsak a kormánytól függ ez nem? Abszolút a kormánytól függ. A Rogán minisztérium alatt van ez a bizonyos intézmény, aki a bányahatóság javaslatára kírják a koncesziót, vagy nem írják ki. Na hát ez az. Ez mind benne van a pakliba. Na De most ez akkor ez egy politikai döntés, teszünk. Abszolút politikai döntés. Ez kérte az összes. Aha. És azért vigyázni kell Rogán Antal esetében, mert ő szeret ilyen feltalálók feltalál, feltalált ö, szabadalmait begyűjteni magának. Ugye ebből minden évben a vagyonnyilatkozata alapján jelenleg is Erre mondják rengeteg, eset, rengeteg, ügyes, rengeteg bevétele van. Ügyes, ügyes. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy ha ő ezt bizonyítottnak látja, akkor ebből ő nem akar majd valahogy beleszállni. Tehát a bizonyítás a, az folyamatában van. A gigantikus üzletbe. 1078 tonna arany és 907, 909 tonna arany bizonyítva van. Teljesen, törvényesen, auditálva, stb. A többi az nyilván a további kutatásnak az eredmény, de hát a, a georadar előzetes jelentése, a durva hangolás 45 négyzetkilométeren kimutatta 2000 méterig a 9000 tonnát. Na most ez a 9000 tonna a világ legnagyobb aranybányája a, Matolcsinak írtam három éve egy levelet, amiben leírtam, hogy azzal, amit akkor tudtunk, azzal már a ötödik hely lennénk a világranglistán, Svájcot meg stb. megelőzhetnénk az arany ezüst, vagy az arany. Igen. És nem válaszolt rá, sőt, én minden jelentést, jelentést elküldtem a miniszterelnöknek, az államfőnek, az összes miniszternek, és elküldtem a Matolcsinak. Senki nem válaszolt rá. Az Orbán egyedül válaszoltak, azt mondta, hogy kiadja a szakminisztériumnak vizsgálat céljában. Most valójában semmi nem történt. Akkor várjuk az újabb híreket, fejleményeket. Tájékoztat. Én külön kérem most nem mint beszélgető társ, hanem mint egy parlamenti párt frakció vezetője, hogy bármilyen fejlemény van, akkor tájékoztass. Mindent fölteszek a honlapra aznap. És én ugyanúgy, mint ahogy annak idején Ásotthalmi polgármesterként, amikor a batáta, batáta ügybe fogtunk. Én egyetlen egy fillért magamnak ebből nem szeretnék, nem, nem, ez lelkesít, hanem az, amiről te magad is beszéltél, hogy ez Magyarország számára, a magyar nép, a magyar nemzet számára. Ez egy óriási lehetőség lenne, ha ez bebizonyosodna, és ezt meg Még tudnánk egy balasítani. nagyon fontos dolog, amit... Úgyhogy, te... úgyhogy ha, ha, ez így van, akkor mi ezt politikailag maximálisan Köszönöm támogatjuk. Szépen. Annál is inkább, mert mondtam, hogyha ott csak a, az arany bányászatot egyszerűen be tudjuk mutatni, bármennyi most, akár mennyi, nem tudom, ha egy kiló aranyat találnak, már az is turisztikailag is egy óriási hát azért hozhat az egész Duna, a mert a helyi Börzsöny lakosok, ugye ott a közvénykutatást végeztünk, igen, igen. és azt mondták, hogy tönkre tesszük a falusi turizmust. Erre mondtam egy uraim. Nem, föllendítjük. Fölendít. azzal, hogy látogatok biztos, központot, sőt, ott megvertik az aranylapkát, és saját maguk préseretnek emlék, nem pénzt, hanem az Az egész Dunakanyar, Budapest turisztikai régiót, amit ugye mi is a programunkban Körülbelül 20 év alatt millió gyakorlatilag, látogatót lehet oda vinni. Egészen a világon nincsen, hogy virtuálisan, egészen nem fizetősen, hanem személyesen megvizetik rá, egy, egy gyönyörű környezet, a, gyönyörű a Börzsöny, környezet. a Dunakanyar és Budapest így egyben. Tehát ez mindenképpen turisztikailag biztos, hogy van benne fantázia, de hogyha itt ilyen mennyiségű aranyezüst készlet van, akkor még egyszer mondom, tehát Magyarországon mindenki dús az dagát tesz. Voltak olyan... Arab, nem tudom, tevekaraván hajcsárok, akik hittek abban, hogy ott a sivatagban, hogyha nekik olajkincsük van, akkor az megváltoztatja az ő életüket. Most ebből nőtt ki Dubaj, Katar. És véges az olajtartalék. A, 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 így van az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein, egyszerűen felfoghatatlan gazdagságot hozott ez nekik ők hittek ebben. Év Szeretnék én is hinni ebben, mert hogyha ez, a, ez, a, ez az aranyezüst készlet ott van a bőrzsönben, akkor Magyarország úgy fog kinézni, mint ezek a zöböl államok. Csak annyi különbség, hogy nekünk eleve nem sivatagban, mi eleve egy csodálatos édenkertben ülünk.